Mert gondoljátok bele, hogy én nekem is a volt könyvelőmnek a fia egy fiatal srác, és amikor éppen megszorulok pénzzel, oda kell állni egy most mondjuk azt egy 30 év alatti fiatal srác, és meg kell mondani, Istike, nincs pénzem hozzá, kellene egy kis kölcsön. És ad. De míg eljutok oda, hogy kérjek, addig nagyon nehéz, nagyon dolgokon jutok át. És itt a kártérítésből Zsókát megvártuk, hogy kijöjjön, ezt nagyon szeretjük. Csak úgy egy példát mondanak nektek, ez nagyon friss, július 21-i hétfő Blikk újságból idéznék nektek egy picit. Aki tudja, nem mondja meg a számot, azért mondom, hogy gondolkodjunk egy picit a kártérítésen. Mert hogy ugye az, hogy esetleg visszafizeted a tőkét, vagy nem, az a te dolgod. De én azt mondom, hogy nem kell visszafizetni, mert kártérítés kötelesek fizetni nekünk a bankok. Márpedig, ugyan Amerikában volt egy egyetlen személynek, tehát egyetlen embernek még soha nem ítéltek meg ennyi dolláros kártérítést, de a floridai bíróság esküdszéke bizonyítottnak látta, hogy az R.J. Reynolds dohánygyár, tehát dohánygyárról van szó, nem tájékoztatta fogyasztóit a füstölés veszélyeiről. Figyeljetek, analógia minket, ugye nem tájékoztattak a devizahitelezés veszélyéről, és ezért 1996-ban elhunyt a hölgynek a férje, és az özvegyet átszámítva elég sok millió forintot kapott. Azért nem olvasom ki az összeget, mert aki olvasta ezt a cikket, az kérem nem mondja, aki pedig úgy gondolja, hogy megkárosított a bank, és bármilyen egészségi károsodásom, és ne haragudj, nem akarlak úgymond pelengére tenni, de nagyon sok ember rákos lett. Én jól magam gyomorvérzést kaptam. Mindenki gondolja el, hogy mondjuk hölgyek, hogyha le kellene vágni a bal mellét egy rákos daganat miatt, mennyit kérne érte? És akkor most teljesen mindegy, mi miatt kérnék egy-két összeget, hogy ki hány millió vagy milliárd forint kártérítést kérne a bankjától. Mondanál egy számot? 50 millió. 10 forint. 150. Te mennyit kérnél? 100 millió? 200 millió. 20 millió. Jó, na most elmondom, ez a hölgy, dohány cégről van szó, ez a hölgynek 5300 milliárd forintos kártérítést ígértek meg. Igen, vigyük fel a stroppet! Úgy, viszont ne felejtsétek el, hogy ugye ez egy dohánygyár cég volt, és nem tájékoztatta. Miről van most szó? Nem tájékoztattak minket megfelelően ezekről a dolgokról, és itt kifizetett. Jól mondhatjuk, hogy jó, persze, az Amerika, meg stb. Csak az elvet gondoljátok meg, az ottani bírót nem érdekelt, hogy hányan dohányoznak még az ország vagy a városba. Az ottani bíróságot nem érdekelt, hogy emiatt hányan haltak meg. Nem érdekelt, hogy a dohánygyár ki tudja fizetni, vagy nem tudja kifizetni. Azt mondta, ennyi a bírság, és kész. Úgyhogy én azt mondom, hogy bőven gondolkodjunk egy kicsit magasabb számokban, mert megérdemeljük, és ezeknek a bankoknak kötelessége lesz kifizetni ezeket a kártérítéseket nekünk. Most a nyelvekkel. Csak most Ausztriában is így van. Jó, de most itt Magyarországon, illetve amerikai példát hoztam, csak az analógiát próbáltam megmutatni nektek, és most elnézést, nem azt mondom, hogy kis hitűek vagyunk, mert tudjuk, hogy azért az a 100 millió forint, vagy az az 50 millió forint, az is nagyon sok pénz lenne az eddigi életünket könnyíteni, csak ezek átvertek minket. Ezek megkárosítottak minket. És mindenki nézzen jól utána, az úriember itt megállt, és őnek is hadd mondja nyugodtan, a 2004-es bétjelentést jól lenne, hogy elolvasná, 2004-ben tudták, hogy most 2014-re 256 forint lesz a svájci franc. Ezt nagyon jól tudták, ez tudatos kirablás, tudatos kifosztás volt. Köszönöm még egyszer.